A teremtőnek hála azok a dolgok, amiket a világ szeret, illetve amiket a világ hirdet, valahogy mindig felületesnek és primitívnek tűntek számomra. Még akkor is, amikor magam is felületes és primitív voltam, valahogy a világnak sikerült ez alá menni. Mindezeket figyelembe véve is volt egy eleme a világnak, amitől mindig is a rosszul lét kerülgetett, és ez nem más, mint a szerelem. Valahogy a szerelem és az, amit a legtöbb ember szerelem alatt ért, ahogy beszél róla, ahogy gondolkodik róla, attól mindig is felfordult a gyomrom. Úgyhogy elkerülhetetlen volt, hogy ez a videó elkészüljön. Így utólag persze értem, hogy az atya volt az, aki vezetett, és ő volt az, aki megmutatta, hogy ezek mennyire szánalmas dolgok, amiket a világ hirdet. De remélhetőleg ezután a videó után mindenki meg fogja érteni azt is, hogy aki a világ útját járja, az meg van vezetve, az téved, és a legtöbb ember, a többség mindig téved. A többség mindig meg van vezetve, a többség mindig tudatlan. Még mielőtt azonban elkezdenénk, annyit elárulnék, hogy aki azt gondolja, hogy ő érti, hogy hogyan működik a világ, és nem jutott még el addig, hogy az írások azok, amik tartalmazzák az igazságot, az tudatlan, és ez nem érti, hogy hogyan működik a világ. Ha egyszerű lenne a hazugságot felfedezni, akkor nem lenne hazugság. Akkor mindenki érteni. Az a mese. A hazugság az annál sokkal, sokkal nagyobb, mint ahogy a legtöbb ember azt gondolja. És a probléma az, hogy hiányzik az alázat és az engedelmesség a legtöbb emberből ahhoz, hogy felfedezhesse, hogy mi is az igazság. Ugye én tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb ember soha nem fogja ezt megérteni, azonban azt is tudom, hogy vannak, akik megfogják, és az pont elég. Egy dolog viszont tény, és az az, hogy Satán az egész föld kerekségét megtévesztette. És az egész föld kereksége csak bámul és ámul tátott szájjal, és fogalma sincs arról, hogy mi zajlik körülötte. Ünnepel ünnepeket, melyek eredetéről, történetéről vagy jelentőségéről fogalma sincs, nem is érdekli, csak csinálja, mert mindenki más csinálja. Aztán meg azzal magyarázza, hogy teljesen mindegy, nem számít. Ha nem számít, akkor minek csinálja mindenki? Akkor miért van az, hogy ez mindenhol a világon, ez a nap elfogadott? Vagy a karácsony, vagy a húsvét. 100 milliók fektetnek ebbe energiát, hogy ezt a napot emlékezetessé tegyék, úgy, hogy fogalmuk sincs arról, hogy miről szól ez az egész. De nézzük át, ha segíthetünk ezeknek. Ez ugye britannica.com és Valentine's Day, vagyis Valentin nap, vagy Bálint nap bejegyzés. Valentin nap, mint az összes többi úgynevezett ünnep, egy ősi pogány ünnep, melynek gyökerei egyidősek az emberiséggel, legalábbis a hozzáfűződő hagyományok. Itt szerencsétlen gyermekeket programoznak be, hogy hogyan is lehet hedonista és pogány hagyományok szerint élni, és ballagni szépen a tudatlan társadalommal. Tehát azt láthatjuk, hogy Valentin nap február 14-e, és ez az, amikor az úgynevezett szerelmesek kifejezik egymás felé érzett vonzalmukat különböző hagyományokkal, melyek eredetileg a római fesztivál Lupercalia részét képezték, mely szintén február közepe körül volt megünnepelve. Mint az összes többi, ez is a hedonizmust volt hivatott ünnepelni, és különböző termékenységi rituálékat tartalmazott, valamint a tavasz kezdetét és eljövetelét szerették volna emlékezetessé tenni az ünnepségekkel, és ennek része volt az, hogy a nőket lottó
segítségével párosították össze férfiakkal. Ez volt ugye a Lupercalia Fesztivál, és az 5. században természetesen a katolikus egyház, hogy a kereszténységet a pogánysággal egyesítse, amit ma ugye láthatunk, helyettesítette a Luperkáliát Szent Valentin napjával, vagy Szent Bálint napjával. És így vált ez a nap, február 14 a románcnak az ünnepévé. Igazából ők konkrétumot nem említenek azzal kapcsolatban, hogy melyik Valentin az, akihez kötődik, de majd a későbbiekben hát, ha találunk erről is információt. Nézzük meg, hogy hogyan alakultak ki a mai szokások, melyeket mindenki oly jól ismer. Hivatalos üzenetek, illetve az úgynevezett Bálint napi üzenetek 1500 körül tűntek fel, és az 1700-as években terjedtek el igazából, amikor ugye már kereskedelemben is megjelenő kártyákat küldtek az emberek egymásnak. Természetesen, mint oly sok más egyéb pogány hagyomány, az Amerikai Egyesült Államok az, ami megfertőzte a világot, az 1800-as években kezdődött ez különösen, és ezek a kártyák nagyon sokszor Cupidot ábrázolják, ő egyébként a római szerelem isten, ugye a szív természetesen, amely tradicionálisan az érzelmeknek a székhelye. Tetszik vagy sem, Valentin nap egy termékenységi ünnep, és mint olyan a madarak is szimbólumává váltak, hiszen ez az időszak az, amikor a szárnyasok párzanak. A tradicionális ajándékok közé tartozik az édesség, a virág, különösen a vörös rózsa. Encyclopedia.com megerősíti azt, hogy az Egyesült Államok volt az, aki az 1800-as évek közepetáján ezt az ünnepet népszerűvé tette, illetve a kereskedelemben is természetesen jövedelmezővé változtatta azáltal, hogy a kereskedők magukévá tették, átalakították, és romantikával fűszerezték meg ezt a napot, nyilvánvalóan a saját hasznukra. Effektíve a Valentin nap, ugyanúgy, ahogy a karácsony, demonstrálja azt, hogy hogyan tud az üzlet profitálni abból, hogy új értelmet ad egy ünnepnek. Az üzleti siker a nyomda iparral kezdődött, aztán később mindenféle boltok, illetve üzletágak csatlakoztak ehhez, úgy mint a cukor, édesség, csokoládé, valamint a virág, ékszer, fénykép, toll, kitűző, alsónemű és minden, amit az ember el tud képzelni, ezt mindet a Valentin nap jegyében képesek eladni. 90-es évek közepére az Egyesült Államokban az édesség eladásokból származó bevétel 600 millió dollárra emelkedett. Ez alkalommal ugye Valentin napról van szó, és 70 millió rózsát adtak el egy nap. Ezt a primitív ünnepet a világ ugye mindenféle dolgokkal próbálja emlékezetessé tenni, úgy, mint a táncolással és a különböző mulatságokkal, ezen kívül rengeteg esküvőt kötnek ezen a napon. Azt is megemlítik természetesen, hogy az egyik jelképe ennek az ünnepnek a szív, melyen ugye a nyíl hatol keresztül, illetve Cupido. Ez itt pedig már history.com. És arról beszélnek, hogy Valentin nap eredete a Pogány Fesztivál februárban. Innen megtudhatjuk azt, hogy mint az összes többi ünnep, amelyet a keresztények és már az egész világ együtt ünnepel, pogány eredetűek, és a legtöbb esetben évezredekkel előzik meg a mai tradíciókat. Míg egyesek azt állítják, ugye, hogy Bálinthoz vagy Szent Valentinhoz kötődik ez az ünnep, addig szerintem egyértelmű, hogy ugyanaz történt, mint az összes többi ünnep esetében, ez pedig az, hogy a katolikus egyház megpróbálta keresztényesíteni a pogány ünnepeket, ez esetben a Luperkáliát, és ezért van Valentin nap február 15-én, ekkor volt ugyanis a Luperkália, ahogy azt már korábban is olvashattuk. Luperkália egyébként egy termékenységi ünnep volt, ahogy azt már szintén olvastuk, és Faunus római istenségnek volt ez az ünnepe, aki a mezőgazdaságnak volt a hatalmassága, hogy úgy mondjam. A pogányok szerint mindenképpen. Ezt a hagyományt a rómaiaknál a Luperci rend papjai
nyitották meg abban a barlangban, ahol a csecsemő Romulus, illetve Rémus tartózkodott annak idején, amikor a legenda szerint a nőstény farkas vagy lupa felnevelte őket. Itt feláldoztak egy kecskét a termékenységért, illetve egy kutyát a tisztaságért. Ugye a kutya az egyébként egy tisztátalan állat, hogy jött ki nekik ebből a tisztaság, azt nem tudom. Ezek után a kecskének a belsőségével végighaladtak a városon, és mind az ültetvényeket, illetve a nőket meghintették azzal a vérrel, és ennek azt a hatást tulajdonították, hogy így azok termékenyebbé válnak. Később pedig egy nagy urnában elhelyezték az egyedülálló nőknek a nevét, amiből az egyedülálló férfiak aztán húztak, és párt választottak maguknak. Ez működik mind a mai napig. Kisebb módosításokkal. Ezután megtudhatjuk azt is, hogy Lupercalia ugye az 5. században változott át Valentin nappá, és ekkor lett február 14 az úgynevezett Valentin nap vagy Bálint nap, ami a világ szerint a szerelem meg a szeretet ünnepe. Akit érdekel, mára ez világszerte elterjedt, ugye azt olvashattuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokból indult, mint általában a különböző pogány és hedonista hagyományok. Az érdekesség az, hogy az üdvözlőkártya szövetség statisztikája alapján 1 milliárd Valentin napi üdvözlőkártyát küldenek évente. Ez második, ugye a karácsony mögött, ami a legnépszerűbb ilyen szempontból is, 2,6 milliárd üdvözlő kártyát küldenek az emberek karácsony alkalmával. Ez pedig már itt Encyclopedia of American Folklore, azaz az amerikai népi hagyományok enciklopédiája, ez Linda Watts műve, és ebben a Valentin nap bejegyzésnél azt olvashatjuk, amit nagyjából eddig is megtudtunk, néhány érdekességet azért hozzátesz, megemlíti Luperkuszt, ugye a mezőgazdaság istenségét, illetve azt, hogy a nők egy dobozba rakták a nevüket, akik házasodni kívántak, és abból ugye húztak a férfiak. Később aztán, hogy ugye keresztényebb legyen ez az ünnep, különböző katolikus szentek neveit tették a dobozba, onnan, aki kihúzta, aztán úgy viselkedett, ahogyan az a szent, és így, ez szerint a leírás szerint szép lassan ez átalakult Szent Bálint vagy Valentin napjává. Dátumválasztásnál itt is megemlítik, hogy a hiedelmek szerint a madarak ebben az időszakban választanak párt maguknak, és ezért így összekapcsolják a termékenységgel, a romantikával, illetve az idézőjelbe tett szeretettel. Kapcsolódnak olyan hagyományok, mint például akit először meglát a fiatal nő, és amennyiben az az ember alkalmas, az lesz a férje. Megtudhatjuk azt is, hogy már azt a kevés vallásos jellegét is elvesztette az az ünnep, ami eleinte megvolt benne, és teljes mértékben világi jelleget öltött, olyan jelképek kapcsolódnak hozzá, mint a szívecskék, a galambok, a szerelmesek csomója, hogy összekötik az életüket, illetve természetesen a szerelem istene Cupido a nyíllal, illetve a nyílvesszővel. A világ gyakorlatilag saját magát ünnepli ezen a napon, hiszen vagy családtagjainkat, szeretteinket ünnepeljük, illetve tiszteljük meg ezen a napon, ők meg minket, szóval átalakították ezt az ünnepet is a világ ünnepévé, ugyanúgy, ahogy a többit. Természetesen a pogányság, a hedonizmus, illetve a program nem ismer korhatárt, így az iskolás gyerekek is részt vesznek ezen az ünnepen, illetve ebben a ceremóniákban. Ők a barátságot ünneplik, és különböző üdvözlőkártyákat, üdvözléseket, jó kívánságokat és ajándékokat adnak egymásnak. Ez itt már UnitedChurchOfGod.org, UCG.org, és ők arról beszélnek, ugye Valentin nap kapcsán, hogy a World Book Encyclopedia arról beszél, hogy ezek a hagyományok, amelyek ehhez a naphoz kapcsolódnak, valószínűleg a római Lupercalia Fesztiválból erednek, amely február 15-én volt, és ebben a bejegyzésben arról számolnak be, hogy a Lupercalia valószínűleg Juno, illetve Pán istenségek ünnepe volt. Juno, aki a nők, illetve a házasság istennője volt, Pán pedig a természet istene. Ez a fesztivál kettős
céllal jött létre. Az egyik az volt, hogy a gonosz szellemeket távol tartsa, a másik pedig az volt, hogy növelje a termékenységet. Lupercalia másik neve egyébként Februáció volt, amelyből február neve ered. Úgyhogy gyakorlatilag megtaláltuk a február hónap nevének eredetét. Ez az ünnepségsorozat nagyon népszerű volt az újonnan megtértek között. Ugye ekkor a katolikus egyház az roham léptekben fejlődött, hiszen az ünnepeket pogányosította, így a pogányoknak igazából nem kellett mit csinálni, csak tovább folytatni az életvitelüket úgy, mint katolikusok. Amint a kereszténység erőre kapott egy területen, az ott élőket azonnal beolvasztotta saját magába azok szokásaival és ünnepnapjaival egyetemben. Ezt Robert Myers írja, mégpedig a Celebrations, The Complete Book of American Holidays című könyvében. Így volt ez a Lupercalia Fesztivál esetében is, amint olvastuk, ugye Gelasius pápa 496-ban vette fel a katolikus ünnepek közé, és Szent Valentinnek dedikálta ezt a napot. Ahogyan korábban olvashattuk, az emberek az állatoknak a bőréből készült csíkokkal hintették vérrel egymást és a különböző növényzetet és terményeket. Ennek a bőrnek a neve volt Februa, innen a hónap, illetve az ünnepsorozat neve. Megemlíti Cupidót is, aki a római istenség volt az erotikus szerelemért vagy szeretetért felelős, gyakorlatilag a paráznaság, illetve a bujaság istene volt Cupidó. Nem említettem még magát Szent Valentint vagy Szent Bálintot, azért, mert ez ugye katolikus oldal, a Catholic Online, és Szent Valentin bejegyzésnél arról számolnak be, hogy igazából nem sokat lehet tudni Szent Valentinról, többféle karakterről beszélnek, szóval valójában nem tudja senki, hogy ki az, akiről szó van, ezért nem akarok vele időt tölteni. Ezzel egyébként megegyezett minden más enciklopédia és oldal, szóval nem lehet valójában tudni, hogy ki is volt Szent Valentin, de azon se lennék meglepve, ha nem is létezett volna. Olyannyira keveset tudunk róla, hogy 1969-ben a római katolikus egyház eltávolította Szent Bálintot az általános római naptárába. Mint szentet azonban megtartotta, és február 14 az ő napja. Noel Lenski egyébként olvashatjuk az npr.org honlapon, aki a Colorado Egyetem történésze, így ír a Lupercalia Fesztiválról. Maga a Lupercalia alig volt több, mint egy részeges dorbézolás az utcákon, a keresztények azonban átöltöztették, és a saját ünnepükké tették, azonban mind a mai napig ez egy nap a termékenység és a szerelemnek szentelve. Nézzük meg végezetül a Bálint napot. Magyarul a Wikipédián, ugye Szent Bálint a szerelmesek, a lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje. Magyarországon nem alakult ki jelentős egyházi kultusza, azonban mára ide is beszivárgott ugye a Valentin nap Amerikából, illetve Nyugat-Európából. Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket, vagy szerelmes üzenettel kedveskednek nekik. Valentin nap vallási eredeti világszerten így Magyarországon is elhomályosult. Az ókorból eredő ünnepet a keresztények február 14-én ünneplik, ami pontosan egy nappal az ókori római birodalom kedvelt Lupercalia ünnepe előtti nap, azaz egy pogány tradíciót tartanak életben mindazok, akik ebben részt vesznek. A rómaiak ezt az ünnepet Lupercus és Faunus isteneken kívül az ókori Rómát alapító legendás testvérpár Romulus és Remus tiszteletére tartották meg. A pogány ünnep központjában az a Lupercal nevű barlang állt, ahol a monda szerint egy farkas a város alapító két fiúcskát szoptatta. Gyakorlatilag mindenki, aki ebben részt vesz, az a kis fiúcskákat szoptató farkast és az ehhez kapcsolódó összes pogány és hedonista szokást tartja életben mind a mai napig. Ókori pogány előzmények. A Bálint nap körüli napokon az ókori Rómában két vallásos ünnep is létezett, Faunus ünnepe és Lupercalia vagy más néven Februa. Ezeket az ősi eredetű pásztor ünnepeket február 13 és 15 között tartották,
tisztítószertartásokból és termékenységrítusokból állt, hogy kiengeszteljék a farkas alakú, rossz indulatú Lupercus istent. Boldog Valentin napot! A papok ekkor a Februa nevű kecskebőr szíjakkal ostorozták a fiatalokat, főleg a nőket, hogy a rituális verés tisztulást és termékenységet hozzon. Hogy tetőzzék ezt az egész történetet, a fiatal lányok Juno templomába mentek, és ott egy szerelmi jóslatot kaptak az igazi partner kiválasztásához. Az egyszerű nép ifjú férfiai ezen a napon tombolát húztak, amíg hajadon nők neveivel az így létrejövő párok egymással jártak egy ideig, és néhányan a szóbeszéd szerint valóban egymásba szerettek. Ez a népszokás sok római arisztokrata személyben erkölcstelen volt. Vajon miért? Ahogy az elején is mondtam, az ellenség megtévesztette az egész világot, és az egész emberiség tátott szája bámulja a sót, fogalma sincs, hogy mi történik. Nézzük meg azokat az országokat, ahol jellemző a Lupercalia Fesztivál, vagyis a Bálint nap. Anglia, Németország, Japán, Dél-Korea, Kínai Népköztársaság, Brazília, Olaszország, ugye Magyarország, nyilvánvaló Finnország, és gyakorlatilag mindenhová elterjedt és bekígyózott ez a pogány hedonista szokás. Még azt felolvasnám, hogy azt tartották, hogy Bálint napon választanak párt a verebek, vagy hogy ekkor jönnek vissza a vándorló vadgalambok, voltak olyan területek, ahol e napon szokás volt madarakat etetni. Tisztában vagyok azzal, hogy az embereket nem is érdeklik ezek a dolgok többnyire, csak egyszerűen csinálják, mert a legtöbben csinálják, és ha mindenki csinálja, akkor ugye nekik is kell. Másik az, hogy ugye nem is nagyon képesek felfogni már a dolgokat, a többség legalábbis nem. De mégis úgy gondoltam, hogy megosztom, hogy mindenki lássa, hogy ugyanúgy, hogy az összes többi ünnep, ez is a paráznaság, az erkölcstelenség, a bujaság és a szexualitás körül forog. És úgy tűnik, hogy az emberek bármiben hajlandók részt venni, bármilyen ostobaságot megcsinálnak, csak azt ne kelljen csinálniuk, amit a teremtő számunkra meghagyott. Az emberiség tudatlanságában gyakorlatilag az összes útmutatást megszegi, és ennek ellenére csodálkozunk azon, hogy miért alakul úgy a világ és az életünk, ahogyan alakul. Teljesen mindegy, hogy a teremtő mit mond, mit tegyünk, mit ne együnk, milyen ünnepeket ünnepeljünk, hogy öltözünk, hogy beszéljünk, hogy viselkedjünk, mi úgyis az ellenkezőjét fogjuk csinálni. Megmondta, hogy el ne tanuljuk a pogányok útját, mit csinál a világ, a pogányok szokásait beépíti abba, amit úgy hívunk, hogy kereszténység, és aztán arra azt mondjuk, hogy mi ezt ő érte csináljuk, vagy a legtöbben amúgy azt sem mondják, már a legtöbben csak magukért csinálnak mindent. Magunkat, meg egymást ajándékozzuk meg két hetente úgy, hogy a világ közben leég körülöttünk, és a legtöbb ember még mindig nem veszi ezt észre. Mi a tudatlanság, meg az ostobaság, hogyha nem ez? Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Shalom.